Az újszülött kor a babának és az édesanyának is egy tanulási folyamat. Az édesanyának meg kell tanulnia értelmezni a baba jelzéseit, ami segíthet abban, hogy mielőbb megtanuljon jól reagálni a csecsemő igényeire. Így hamar kialakul a család napi rendje, és az édesanyja is mielőbb visszatérhet aktív életmódjához, amihez a baba is alkalmazkodhat. De beszélj most arról, hogy minden optimális, minden tökéletes, a kisbaba alszik, eszik, és semmi más dolga nincsen a kezdeti fázisban. Beszélhetünk itt valamilyen napi rendről, amit ki kell alakítani az anyukának ebben az időszakban, vagy hagyjuk, hogy szépen minden úgy megyen, ahogy? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit nevezünk napi rendnek egy csecsemő vagy egy kisbaba esetében. Az ő szokásait azt a felnőttek, a családja fogja az ő számára adni. Az lesz az a ritmus, amihez ő hozzá alkalmazkodik. És azt gondolom, hogy ezt is nagyon fontos tisztázni, hogy a csecsemőkor, ez egy nagyon tág életkor, bár innen felnőttként úgy tűnik, hogy egy év az semmiség, de ugye a csecsemőkor az a megszületéstől egy éves korig tart, és az bizony a csecsemő a kisbaba fejlődésében egy rendkívül intenzív időszak, egészen másképp viselkedik, más szükségletei vannak egy újszülött néhány hetes kisbabának, vagy egy fél éve, aki már kúszik, mászik, vagy egy egyévesnek, aki már éppen elindul, és már beszél, és játszik a felnőttekkel, a családdal. Úgyhogy ezért nem elvárható az, hogy legyen egy ilyen nagyon pontos menete annak, hogy milyen napi rend szerint működik a kisbaba. Nagyon segít az, hogyha az első 6 hét a szülés után, az tud egy olyan nyugodt, megalapozó időszak lenni, amikor az édesanyja ráhangolódik a kisbabájára, és elkezdi megérteni a jelzéseit, a szükségleteit. Mert aztán utána, ahogy a nő tovább éli az életét, és ugye egyre aktívabban már akár dolgozik, a háztartást ellátja, a barátaihoz megy, vagy babás programokra mennek, akkor már fog tudni reagálni a babájának a fejlettségének megfelelő szükségletekre. Ezzel együtt nyilván valamilyen fajta rendszer, az kialakul. Az akkor is kialakul, hogyha nem teszünk érte semmit. Nagyjából olyan 2 hónapos korra már látható, hogy élesebben elkülönülnek az alvással töltött és az ébrenléttel töltött időszakok. Ez az első 1-2 hónapban még nem egy ilyen nagyon világos rendszer. Ott nagyon sokszor még összefolynak az alvások, meg az ébrenlét, meg a szoptatás. Ugye sok édesanyja azt mondja, hogy hát én nem is tudom, hogy hányszor szopott, hányszor aludt, egész nap itt vagyok pizsamában, még délután 2-kor, azt sem értem, hogy mi történt. De ez azért 2 hónapos kor körülre már változik. És aztán elkezdenek rövidülni az alvásidők a második fél évben, első év végére pedig nagyjából egy ilyen 2-3-szor alszanak napközben a babák. És azok a szokások, amiket az édesanyja él, vagy a család él az édesapával közösen, azok mint egy ilyen vezérfonalként fognak hatni a gyermeknek is a napi rendjére és a rendszerére. Úgyhogy igazából arra biztatom az édesanyákat, hogy éljenek lehetőleg olyan aktív életet, amennyire csak tudnak, mert hogy a gyermek úgy fog ehhez hozzá tudni alkalmazkodni. Tehát nagyon fontos, amit most említettem, hogy ne adjuk fel teljes mértékben az előző életünket, hanem próbáljuk meg a kettőt összefésülni. Mert így a gyerkőc, tehát alkalmas arra, hogy a mi életvitelünkhez alkalmazkodjon. Ez pontosan, az ember borzasztóan rugalmas, ez is segített nekünk abban, hogy az evolúcióval fejlődve ilyen nagyon-nagyon tág behatások mellett is tudjunk viszonylag jól és egészségesen működni, úgyhogy a gyermek is rendkívül rugalmas. Attól, hogy ő pici, attól még... Attól még a család életének egy része hozzátartozik. Robotunk támogatója a Brandon Baba Blog.